Állj meg, állj meg! Ez hihetetlen amúgy. Azért nem múlik sokon, baszd meg! Sziasztok, én Dreamnail vagyok, és a mai videóban elhoztam nektek a Skin Club-os sorozatunk következő részét. $1000-ból megpróbálunk a mai nap egy karamid gamma doppler csinálni, ami egy iszonyatosan szép kés. Hát tartsatok velem, megnézzük, hogy sikerül-e vagy sem. Az előző nyereményjátékunknak a nyertese viszont nem más, mint nézzük is a nyertest. 5 ember jelentkezett, szóval mindenkinek megint csak 20%-a volt. Be 61-22, gratulálok neked, fölveszlek Steamen és a többit megbeszéljük ott. Ugyanúgy ez a videó alá is kommentbe írjátok le a Steam 64 ID-tokat, és hogyha szeretnétek, akkor tudtok nyerni egy Glockwater Elementált. Ugyanúgy a következő videóban sorsolunk, sok szerencsét. $1000-ból nézzük meg, hogy mit tudunk alkotni. Tudjátok jól, én nem vagyok egy a féle ilyen kicsi játékos, szóval én szeretek azért nagyobb ládákat nyitni. Most például beleteszünk ebből, abból is $129, miért ne? 2v2 CT, menjen is. Nyilván ez amúgy azért is van elsősorban, mert én alapvetően nem tudom kivenni ezeket a skineket, amiket én itt most nyitogatok. Szóval nyithatok 6000 millió dollárt is, lényegtelen, mert nem tudom kivenni. Az a streames dílen belül van, azért nyitott két Cyrex-et a két bot. Az a streames dílen belül van, ami meg Twitch-en játszódik le. Hogyha nem követnétek amúgy Twitch-en, meg mindenhol, a leírásban tényleg mindent megtaláltok. Kövessetek be, srácok, mert minden nap van stream, csomó sorsolás is van, amit meg tudok engedni nyilván. És hát nézzük akkor a Lazrim ládából még esetleg egy kés, hát nem jött be egy kés. Igazából szerintem mínuszban vagyunk, de most ez a Monsters Parada. Hát nem lettünk annyival előrébb, mint amennyire kellett volna. A coverből viszont sajnos megnyerték. Nézzük meg, ezből a Possessed ládából nyissunk kettőt még hozzá 2v2-ben T oldalon. A kamerának a színei szarok, bocsánat, tényleg nem lehet erre mást mondani. Nincs a normális fényem most, ugye folyamatosan sötét van, sárga lámpa van így itt jelenleg, és... Oké... nem rossz. Akár jó, oké. Vissza is hoztuk az előző bukást. Itt kell ezt csinálni. Én azt mondom nektek, nyerjünk meg egy jó kézbetölt, a Doppler fightból beteszünk 3-at, CT oldalra, és szerintem az előbb már megint mondtam valamit, amit nem fejeztem be. Ja, igen, hogy sárga fény van, szóval azért ennyire rosszak a fények. Az a desert az amúgy egy $61, az visszahozta amúgy ugyanannyit nyitott mindenki körülbelül. Hát, ja, itt elmentek egy kicsikét, és most egy kés így a végére. De szép is lett volna. Jó, hát szerintem ezt... pont megnyertük. Királyság, ennél jobb nem is kell. Ezeket a skineket upgrade-elni fogom, viszont megyünk még egy CT-t, mert nem jutottunk kést. Ezt azért potolni kell. Valamilyen doppert ide balra. Hát nem glock. Nem glockot. Sajnos vezetnek, hogyha jól láttam. Úristen, $3000-os kést nyitott a pali. Cold Zera. 3 skint upgrade-elünk, hány dollárért vagyunk? 260-ért. Duplázunk egyet így itt a legelején. Ez egy nem csúnya. És amúgy nem is annyira szép. Én a falsont nem szeretem, de... Szerintem ezt telibe találtuk, ugye? Azért nem múlik sokon, baszd meg! Ez amúgy hihetetlen. Hogy átcsúszott? Az első megérzés a jó, de mindegy, nem nézünk oda. Nem baj, ugyanott vagyunk. $640-os Classic Knife Fade. Azt meg is a jobb oldal! Állj meg! Ez hihetetlen, amúgy valami komolyat ki kell húzni. Trinity Force-ból is beledobunk kettőt. Igazából pörgetjük a ládákat, mert mi más tehetnénk. Mint ahogy említettem már, $10-os deposit bónuszért a Skin Club-os leírásomon belül. Ó, várjátok, bocsánat, figyeltem a skineket. Szóval a leírás legfelső sorában lévő linken, amiben ugye benne van a Skin Club, arra, hogyha rákattintatok, 10% depozit bónuszt kaptok, $100 helye $110, aka a Simbob királyság. Nem rossz amúgy a 10% teljes mértékben ingyen, és még támogatjátok is a csatornát, és segítitek azt, hogy tökre sok ilyen giveaway tudjak csinálni, mint amilyeneket szoktam csinálni. Megijedtem, hogy ez egy nagyon komoly dezi lesz, de nem. Trinity Force, így itt a lényeg, hogy vagy desertet nyissunk, vagy egy kést. A desertnek nyilván sokkal több százaléka van, mert az egy ilyen $80, és a... Oké. A kések meg ilyen 1%-ok, szóval... Hát, mi összesen 1%. Jó, hát $130-ból, nem azt mondom, profitáltunk, mert 200-at hoztunk ki, de nem elég ez. CT oldalt megnézzük megint, most valamilyen komoly Cold Zera. Na, múltkor ő húzta a kést. Akkor légy szíves. Nem jó kezdés. $35 a láda ezért. Ezért illene valami komolyabbat nyitni. Hát jelenleg ugyanolyan rosszakat nyitottunk. Így itt a kés, ahogy lát, ez az asi, az igen, az kicsivel több.
Nem is a kés, hanem a kesztyű így itt a számító. Komoly, eddig senki nem jutott. Ajjajjaj, végre, bassz meg a Dezi. Na még egy nagyot. Oké, a Dezi, ott a Dezi, királyság. 210 dollárból szerintem profitáltunk nyilván, de egy ilyen 300-at húzunk ki szerintem. 321, nagyon jó, 100 dollár profit, hát az bőven elég. Ó, bárcsak minden egyes nap 100 dollár profitba lennék. Na jó, viszont most T oldalra fogjuk húzni, és velem lesz Pepe, Pepe bot. Thanos, nem Pepe, de mi? Őt éreztem nagyon. Hát, Pepét bazd meg. Pepét kívántam és kaptam is csak az ellenfélhez, és hát sajnó, jó, oké, Pantera. Aka Pantera. Visszahozzuk? Visszahozzuk? Vagy nem is tudom, lehet, hogy amúgy vezetünk, de ilyen nagyon hajszál vékony volt eddig. Újabb 200 dolláros akát húztunk, és a végére még egy AVP is belefért. Jó, 210 dolláros kézbetölből mennyit nyertünk vajon? A komoly, 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 486, megdupláztuk a pénzünket, sőt, a Winner Setből és az SC Godból tudunk-e valamit alkotni. A T oldalra megyünk, ami azt jelenti, hogy Coldzerával be fogjuk húzni itt az egészet. Jó, az egy alká, az egy alká. Lényegtelen, 172 dollár. Semmi. Még kell egy húzás, hogy visszanyerjük. Hát nem ez, nem ez volt a számító, de mindegy. SC Gád ugyanúgy 50 dolláros ládikó. Semmi crazy. Hát jelenleg igazából vissza sem nyertük az árát. A betölnek. Szomorú ez így. Körülbelül 200 dollár visszanyertük. Pont, hogy visszanyertük. De van még ebben valami. Van még ebben a ládában valami. Hogyha ezt megnyerjük, akkor megyünk egy nagyon-nagyon komoly 1v1-et. Na nézzük, hogy sikerül-e esetleg intézni akármit is. Hát ez az első láda, ez nem volt annyira bíztató. Az előző... ó, azt hittem, hogy ez az alká, nem figyeltem annyira. Az előző jobban indult, de... most nagyon-nagyon hátrányban vagyunk. SC God, AVP! Ho-ho-ho-ho, 800 dollár! Az a baj, hogy... azt hittem, hogy kinyitotta ugyanazt. Az a baj, hogy... nem tudom mit csinálni. 248 dollárból intéztünk egy közel 660, nagyon jó. Azt mondtam volna, hogy közel 600-at, mert nem nagyon számoltam át, de jó. Én arra gondoltam, hogy ebből az exkluzív ládából soha nem nyitunk semmit, de legyen benne 4. Legyen benne 4, CT oldalra menjünk, és amúgy hamarosan el kell érni a karambitot, mert már azért viszonylag sok ideje tart a videó, de a top battle-ből ki is húztunk egyet. Sőt, kettőt, bocsánat, nagyon-nagyon király. Alká is ott van még, intézzük. Hát igen, ez az exkluzív láda, hát hogyha ebből most assza. Azt akartam mondani, hogyha ebből húznak egy olyat, amivel megnyerik, akkor megőrülök, mert ez tényleg soha nem szokta beadni ez a láda. De 300 dollárból, közel volt, kicsit megijedtem. 300 dollárból csináltunk 1200-at. Nem állunk meg, srácok. Who's crazy? Az meg, senkinek nem adta le. Jó lehet, visszahozta a pénzt. Még egy nyitást jobb oldalra. Elment az egész a Dezivel, még a füles is leesett a fejemről. Legyen ez a mindent eldöntő, én azt mondom, benne van már 4 Diamond Skins, illetve szeretnék beletenni még Overtimes, amúgy ez nem szokta adni, de majd most megnézzük, jó, akkor ebből egyetlen egyet bele tudunk tenni, és még ez, hogyha minden igaz, beleférne, jó van. Nézzük meg, CT oldalra, kit kapunk? Pepét kapunk magunk mellé, Evi a gép, jó, legalább nincsen, Pepe. Diamond Skins, ami azt jelenti, hogy 155 dolláros ládák vannak jelenleg. Illene egy olyan értéket is vinni amúgy tovább, amiből profitálni tudunk. Oké, nem jó, nagyon nem jó. Na gyerünk ide is egy karambitot. Oké, valamit visszahoztunk, de semmi. Ó, overtimes. Hát itt vagy egy... ó, az meg 600 dolláros csak. Karambit. Pedig olyan közel volt. Kommentben írjátok le, hogy milyen skin próbálják meg a következő videóban elérni. Legalábbis, hát ilyen 1000 dollárokat szoktak nekem feltölteni. Legyen azért egy kis kihívás. Írjátok 3000 dolláros skin, 4000 dolláros skin. Aztán, hogyha elérjük,
akkor mindenféleképpen csinálok még giveaway-eket, mármint hogy pluszba az 5 dolláros blokkon felül. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és ha esetleg segíteni szeretnétek, akkor használjátok mindenféleképpen a kódjaimat, ugye a refrinkeket, plusz osszátok meg spanokkal a videót.